Köszöntöm nézőinket, önök a Nagyítást látják a Pécs TV csatornáján. Ha azt mondom, Veszt László, erre a névre bizonyára nem sokan kapják fel a fejüket, talán csak az egészen közeli ismerősei, családtagjai. Ha viszont azt mondom, öreg medve, akkor az ifjabb generáció igen-igen sok tagjának csillan fel a szeme. Ha pedig azt mondom, papa, nos, akkor meg egy egészen más generáció képviselői mosolyodnak el, ők sem kevesen, hogy hát persze a papa, hogyne. Ki is ő valójában? Közösségteremtő pedagógus, pszichológus, kocsmafilozófus? Hamarosan kiderül, tartsanak velünk. Öreg medve és nagy medve indián táborának története 1990-ben nyúlik vissza, amikor két lelkes emberben felvetődött egy kincskereső és kézműves tábor gondolata. Napjainkban nyaranta 5-6 turnusban gyerekek tucatjai tanulják meg a gyöngyözés, faragás, batikolás, nemezelés fortéjait, és az olyan indián alaptantárgyakat, mint az íjászat, fegyverkészítés vagy a tűzrakás. A szervezők egyike, öreg medve, máshonnan is ismerős lehet önöknek, hogy honnan az mindjárt kiderül, a stúdióban Veszt László, alias papa, alias öreg medve. Szervusz, köszönöm, hogy bejöttünk. Én is örülök, hogy bejöttem. Honnan ez a két név, amit itt a legtöbben sokkal jobban ismernek, mint az igazi nevedet, az öreg medve és a papa? Hát van összefüggés egyébként. Az öreg medve az úgy van, hogy egyszer választottuk ezt a dolgot, hogy legyen indián tábor, és választottam magamnak nevet. És most hozzáöregettem ehhez a dologhoz. Tehát most már jogosan hívhatom magam. Hát 20 évvel ezelőtt is öreg medve voltam? Azért voltam én az öreg medve, mert én voltam a legöregebb a csapatban akkor. Uh-huh. És ez azóta se változott. De én jártam a lakásodban, ott is van maci rendesen. Hát a medve kultusz az megvan, persze. De honnan van a medve kultusz? Hát szeretjük a medvéket. A medve az olyan kiegyensúlyozott, meg hogy kötődünk hozzá. Igaz, hogy egyébként ronda vérszomjas állat. Hát ez az. De azért mégis a kultúránkban benne van, ugye mici mackó, uh-huh. Mindenféle mackók, ezek olyan jó dolog. Meg egyébként, ha nézzük, az indiánok is nagyon szerették a medvéket. Főleg a pupjukat. Jól átsütve. Nem, az a bény. A medve talp, akkor medve, a medve talp talpot volt. Ugye. Így igaz, pontosan. Laci, hogy vagy te mostanában? Egy picit, mintha eltűntél volna. A táborokban ott vagy, teljes melszélességgel, de az éjszakában már ritkábban látni téged. Hát az éjszakában azért elő-elő fordulok, mert így kisegítőként, mint itatási szakiparos dolgozom, néha-néha. És akkor a kultúrát ivást próbálom népszerűsíteni a fiatalságnak. Egyébként érdekes dolog, hogy most már miután nagyon régóta megy az indián tábor, kinőtt egy olyan generáció, amelyik most már kocsmába jár hozzám. Uh-huh. Korábban meg indián táboros volt, és jönnek, hogy uff, öreg medve, emlékszel rám? És akkor én nem emlékszem, mert közben ők megnőttek, én meg úgy maradtam. De van, aki vissza is jár a táborban, nem? Tehát segítőként. Persze, nagyon sok. Ez a kis törzsfőnöki státuszban vannak, és ők rengetegen uh-huh. járnak. Tehát egy-egy ilyen táborban 5-6-an szoktak jönni, uh-huh. ők nagyon használhatók, segítőkészek. Meg hát szeretik, barátságok szövődtek közöttük, kapcsolatokat tartják évközben, és tehát ez egy olyan kis közösségé alakult ez a dolog, uh-huh. amit egyébként igazából nem is gondoltunk, hogy ez ilyen lesz annak. Kinövi magát. Hát beszélünk erről is mindjárt, viszont így ugye elnézve a bozontos arcszőrzetedet nagyon nehéz elképzelni, pedig biztos úgy van, hogy te is voltál kicsi gyerek. Mégpedig egészen kicsi gyerek, ezt hamarosan meg is mutatjuk a kedves nézőknek. Az összes sok-sok ismerősöd biztos, hogy erről az arcodról téged nem fog megismerni. Hát valószínűleg. Bár lehet, hogy azok a vonások már akkor is ott voltak. Mesélj a gyermekkorodra egy kicsit, hol nevelkedtél? Hogyan, hát én pécsi gyerek vagyok. Pécsi gyerek vagyok. Igazából nagyon hamar oda keveredtünk Uránvárosba. Uh-huh. Mert ugye az apám az az Uránbányában dolgozott. És hát mi ott kaptunk lakást, azt ott cseperedtem fel tulajdonképpen ott a Dandár uh-huh. és környéke, most Esztergályos Lajos vagy Esztergár Lajos nevezetű utca. Uh-huh. És egész pici korodban már volt macid? Hogy ne lett volna? Persze, úgy hívtuk, hogy Bágyat Maci, meg kicsit a törek már kihullott belőle, és akkor uh-huh. a Bágyat Macinak mindenféle nyeklet nyaklott rajta, de azt nagyon kedveltem. Akkor is volt macim, persze. Aki gyerekekkel foglalkozik, attól mindig meg szoktam kérdezni, hogy mennyire tud a saját gyermekkorára visszaemlékezni, illetve mennyire segít neki a gyermekekkel való bíbelődésben, akár szülőként, nem csak feltétlenül pedagógusként, az, hogy emlékszik arra, hogy vele hogyan bántak kiskorában. Hát nekem szerencsém volt. Mert a családi környezet, a közvetlen környezetben nagyon jó volt a rokonságom, ha úgy tetszik. A nagynéni, nagybácsim azok nagyon jók voltak. A nagymamám nagyon aranyos öregasszony volt, olyan jó lelkű,
igazából soha senkire nem tud semmi rosszat mondani, mert mindig azt mondta, hogy valamit fenyegetett, és akkor mondta, hogy habár, ha te úgy gondolod, tehát az így. Tehát ő liberális szerepben. Így van, így van. Én nem is, hogy liberális, hanem megengedő volt, meg nem volt veszekedős. És akkor így az ember lát, majd apámhoz egy kicsit azért ő markánsabb. Fenyítve voltál? Voltam. Az apám azt képviselte, hogy ugye a fiúgyereket azt néha el kell verni. Na és akkor néha, hogy azért meg is történt. Ezt nem csak képviselte, hanem... Hát tevőlegesen, mert hogy az... Így van. Uránváros, én beszélgettem olyan emberekkel már, akik Uránvárosba nevelkedtek, imádják ezt a városrészt. Hát én is kedveltem tulajdonképpen olyan barátságos méretű, meg jó volt, meg hát ott nőttünk fel. Hát gondolom ez a kép is itt készült. Igen. Azt kell mondjam, hogy vizuálisan meglehetősen erős ez a matéria. Akarsz erről beszélni? Vagy? Már erről? Már csak, hogy oldjuk a dermedtséget. Hát akkor még így ilyen hamvas fiatal koromban még nem voltam ilyen duzzat. Illetve most sem mondom, hogy most nem vagyok kövér, de voltam egyébként 128 kiló, most meg vagyok 90 környékén. Az a jó, mikor ilyen képekről beszélgetünk, így a 60-as, tipikus 60-as, 70-es évek, most nem tudnám belőni pontosan, de rajta van minden, amit egyébként úgy már szeretnénk elfelejteni. Tehát az élére vasalt szövetnadrág, meg a nylon-ing, meg ez a fajta hajviselet. Miközben mindenkiről van ilyen, aki 30 fölött. Persze, jó. Mindenkiről van ilyen kép. Van. Egyébként nem is jellemző rám ez a kép. Igazából ezt nem tudom, hogy miért akkor volt. Jó, ez valami olyan volt, hogy... Nem emlékszem, hogy nem voltam nagyon öltözködős egyébként annak idején. Hát az azóta sem különösebben változott, tehát hogy úgy mondjam, Nem vagyok egy igerli, az igaz. Nem vagy egy divatmajom, igen. Nem azért szeretnek, meg szeretünk. Ugye? Most meglehetősen szabad életet élsz, mondhatjuk azt. Büszke is vagy a szabadságodra. Azt, aki nagyon jól ismer, azt tudja csak, hogy emellett azért igen fegyelmezett is vagy. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mindent mindig szabad. Hogy tűrted a sereget? Hát azt nem nagyon szerettem, őszinte vagyok, mert ugye a határőrséghez vonultam be, és akkor ott akkor még komoly határőrizet volt, ráadásul a nyugati határon. És talán egy dolog volt, hogy ugye a lovak környékén voltam, a lovászkodás történet volt, és akkor a lovakkal legalább szót lehetett érteni. Egyébként nem volt veszélyes, csak az, hogy nem lehetett hazajönni. Tehát volt olyan 7 hónap, hogy nem... voltam itt. Miért összesen mennyit voltál? Hát ez még 2 évig vonultattak akkor. Ezt mondták úgy, hogy első lépcsős laktanya? Hát én ezt nem tudom, hogy hívták. Hát, hogyha átjönnek a svájci hegyi vadászok, akkor azonnal... Azonnal kín voltam Őrsön, Felső Csatár Vaskeresztesen. A Szombathelytől legközelebbi Őrs. Most éppen tavaly megnéztük a Pinka befolyásnál van, hogy milyen volt, amikor én ott voltam. Nem nagyon emlékeztem rá. Illetve egy-két kanyarulatot. De hát akkor ott abszolút elzárt hely volt. Hát de legalább a lovak, vagy az állatok, vagy a természet iránti vonzódásodnak azért tudtál hódolni. Egyébként annyi előnye volt, hogy most például a kocsma műfajban ezt nagyon jutom hasznosítani. Na. Szokták kérdeni, hogy bírom ezeket a népeket, akik meg kicsit beisznak, azt éjszaka rendetlenkednek. Nekem mondom, nincsen nagy probléma. Régen lovakkal foglalkoztam, most meg disznókkal, tehát végül is megmaradt az állatszeretetem. Ugyanúgy kell kommunikálni velük. Persze, de nem is úgy kell, hiszen nem. Na, majd mindjárt erre rátérünk, hogy mi ez a... Hogy mondtad, hogy ital, töltési kisipar, hogy volt az elején? Hát ezt többféleképpen lehet mondani. Akkor az összes hát, itatási szakfelügyelő, vagy pedig főelőadó, vagy bárminek. Mert hogy most már nem lehet ilyet, hogy kocsmáros meg csapos. Hát a takarítónőt se úgy hívják, hanem hogy felületi technikus, meg így tudod. Na, de akkor én is a titulusokra adok. De voltál te télapó is, Mikulás is. Hát az rendszeresen mikuláskodom. Rendszeresen. Ez a vonzódás ahhoz, hogy programokban részt vegyél, vagy kulturális műsorok mellett bábáskodjál, ez már akkor is megvolt, amikor még meg elmondhatjuk, ugye, hogy Uránbányában. Igen. Tehát ott kezdődött. Íme Mikulásként is. Így van. Meg vagy örökít. Elég bánatos egy kicsit. Vége felé járt már a buli? Vagy nem. Itt ez egy nagyon régi kép, és ez olyan bánatos ruhám volt. Tehát most egész másfajta ruháim vannak, de... Sokféle Mikulás képen van egyébként, mert körülbelül 30 éve mikuláskodok. Ezt még tényleg az Uránban mondták először, hogy ilyen üzemi Mikulás voltam, meg mit tudom. Sőt, nem is úgy kezdődött. Elmeséltem? Hogyne? Na, ez már egyébként jó pofa volt. Volt még az a szocialista brigád mozgalom. És mi patronáltuk az Endres Györgyi óvodát. És mondták, hogy nem lehetne, hogy valaki bevállalja a mikulásságot, mert hogy a daduskát mindig felismerik a cipőjéről, meg a szemüvegéről. Mondtuk, hogy legyen a Gyuri.
A Gyuri volt akkor a brigádvezető. Na, hát bátorság, merítés előtte, ugye delegációba mentünk, kevettük a Mikulás bácsit, Mikulás bácsi kicsit beivott. Túlbátorodott. És felhúzott egy ilyen vastag anyagból készült Mikulás ruha volt, pulóvert hagyott magán, megcsapta kívülről és belülről is a meleg, és izzadt, mint a ló. És szakadt róla a tajték, és ráadásul olyan fajta ember, hogy egy kicsit dadogós volt, amikor ivott. Na, volt az a kis lapocska, rá volt írva a kis csoport, középső nagy csoport, hogy Lajoska, milyen szépen eszed a pitét, Gézuka, ne rugdosd a nagymamát, szóval mindenkiről egy-egy mondatocskát kelt, és volt egy Ádász kis karcsik, ahogy az Ádász karcsinak mondja azt a Mikulás bácsi, hogy ha ilyen rossz lesz, akkor te aztán nem kapsz semmit. Tehát, hogy jó szígyal, ez volt a lényeg benne. Na, Gyurinak csak ennyi maradt meg a dologból, hogy a gyereket le kell egy kicsit barmolni, és akkor ezt szabad csúnyán mondanom, ugye, hogy volt? Kifütyüljük. Jó. Azt mondta, így nézte a papírt, szerintem nem látta, és azt mondta, hogy baba, az meg gyerektől rossz óta nem kapsz szart se. Hát katasztrófa volt, mindenki dőlt a röhögéstől. És akkor te beálltál helyett. És akkor nem, hanem következőben mondták, hogy kellene Mikulás, és mondtuk, hogy akkor legyen a Gyuri, és mondták, hogy a Gyuri ne legyen. Akkor én voltam brigvez, és akkor én lettem a Mikulás. Attól kezdve aztán Mikulásozok egyébként. Most kanyarodunk rá erre az indiános történetre. Honnan ez az indián kultusz? Ugye minden gyerek falja az indián regényeket, de nem mindenki marad úgy. Én például nem is emlékszem, mikor olvastam utoljára Karl Mayt, vagy ezeken. Ezen a képen már itt az indián arcfestés előképe van, ez még nem a tábori családi körben, de már a pólód már indiános. Az jutott eszembe erről, hogy erre Cseh Tamás is rátalált erre az indián táborozós dologra. Igen, a Cseh Tamás féle indián tábor, ők ugye ezt a Baktai Ervin által 30-as években létrehozott indián tábor csinálták, ami arról szólt a sikvidék indiánoknak a kultúráját idehozni, és akkor ők indiánul éltek. Na most én viszont nem akarok indiánabb lenni az indiánnál. Nekünk tulajdonképpen csak a dolgok romantikája számít. Egyrészt tárgyalkotó tábor, tehát kézműves technikákat tanítunk. Na most indiánság az elég messze van ahhoz, hogy közel lehessen hozni bármilyen technikát, hogy mondjuk készítünk agyagedényeket, de csak ilyen marokedény, tehát nem korongozunk meg egyebek, viszont minden hétvégén égetünk. Tehát ásott kemence, vagy gödörkemence, vagy rakukeremence, valamilyen kemencét csinálunk, és égetünk. Vagy mit tudom, mi öntünk fémet. Tehát minden technikát alkalmazunk, amit általában a természethez közeli népek is alkalmaztak. Akár díszítésre, vagy tárgyalkotásra. Szoktam is mondani, kérdezik, hogy milyen indiánok vagyunk, szoktam mondani, hogy pirokkéz és pepecs. Mert hogy mindig gyújtogatunk, és mindig pepecselünk. Tehát valamit csinálunk. De a másik, ami miatt az indiánsághoz találtunk, az a fajta szemlélet, amit talán egy mondattal tudok megragadni, hogy ha jól laksz egy nyullal, akkor ne ölj meg ötöt. Tehát ez egy olyan indián bölcsesség, amit nagyon könnyen a gyerekekhez közel lehet hozni. Szoktam is mondani, mikor nyukálják a békát, meg a mindenféle csúszómászot, mondom, az indián csak akkor öli meg, hogyha megeszi. Te megeszed? Nem, hát akkor hagyd békét. Tehát ez most kezd bejönni az iskolákba, ez a környezettudatos gondolkodás. Hát elébe mentetek a kornak. Hát igen, tulajdonképpen annyiban mentünk csak elébe, hogy ez egyébként kicsi gyerekkorban lehet ezt megszoktatni a gyerekekkel, mert különben nagykorban már, ugye. Na itt van a két táborvezető, Öregmedve és Nagymedve, Öbej Laci a társad ebben a dologban, és az első totemoszlop, ami ma is áll, csak még ilyen szárnyak kerültek rá közben, így ugye? Így van. Ez a legelső totemoszlop. Igen. Emlékszel az első táborra, hogy az hogy sikerült? Hát az első táborunk az... Emlékszem, hát olyan émmelámmal. Tehát nem volt kitalálva a dolog. Tehát azért így folyamatosan alakult ennek az egésznek a koncepció. Tehát nem volt úgy, hogy most just is elhatároztuk, hogy milyennek kell lennie. Hanem azt gondoltuk, hogy mi is alkalmazkodunk. Nagyon sokat tanultam gyerekektől. Tehát azok, akik járnak ugye hozzánk, azok máshova is járnak táborba, és hozzák magukkal, mit tudom én ilyenekről, hogy hittantábor, vagy cserkésztábor, és mindenféle játékokat mondanak meg, hogy mit szoktak. És ami nekem szimpatikus volt, az simán könnyedén beépítettem a dolgaink közé. Ezek a srácok íjaznak, baltáznak, késsel bánnak, faragnak, sőt késeket készítenek is. Nem veszélyes ez? Nem szoktál aggódni, kilövik egymás szemét? Vagy hát, levágja az ujját, vagy
hasba defibrilláció. Mondjuk, hogy levágja az ujját, vissza lehet varni, nem probléma. Akkor hát van baj, ha mondjuk leszúrják egymást, akkor meg ott csupa vér, és akkor nekem kell takarítani. De hogy komolyra fordítsam a szót, ez mind szabályjáték. Tehát az, hogy megtanítjuk íjazni, az azt jelenti, hogy ne forgolódj vele a helyes tartásra, meg mert. Tehát ezek mind szabályjátékok. Az ugyanaz szabályjáték az is, hogy kést készítünk, mondjuk faragó késeket, nagyon divatos volt az utóbbi pár évben, hogy kést csinálnak a gyerekek. Ugye én megcsinálom a köszörűs munkát, aztán, aztán mit tudom én, ők meg megcsinálják a nyelét, hozzá meg elkészítik a tokot bőrből, és az egy komplex munka, és van egy saját által, maga által készített kése. Aminél később késünk sose lesz, mint amit magunk csináltunk. Na hát ez egy remek végszó ahhoz, hogy én is mutassak egy ilyen kést. Közelről nem annyira, vagy közelről jobban látszanak, de talán így is mutat, ez egy gyönyörű kés, és már megint elfelejtettem. Zebránó. Zebránó fából készült, és ezt például te saját magad fabrikáltad össze. Nem hiányzik, ez most már egy másik kérdés, a saját gyerekeimre gondolva, nem hiányzik a kölköknek a tévé, a számítógép, nem hiányzik nekik az anyukájuk? Vagy mi van akkor, amikor kicsi gyerekben azért előjön ez, főleg ha először van hosszú ideig távol a szüleitől? Elő. Mert most mondjuk ez olyan érdekes dolog, hogy például nem szoktam engedni ilyen ketyeréket, tehát hangos berendezéseket. Telefont vihetik például? Telefon az ott van, de hát az püttyög, de a püttyögésért is szoktam szólni, ne püttyögjél gyerek, tehát így azért szoktunk szólni. Viszont igazából nem hiányzik nekik, nincs televízió, hogyha van program, nem hiányzik. Az igaz, hogy nagyon sokat változott a világ. Mondjuk mióta megjelent a számítógép, iszonyatos nagyon változott a világ, hogy vannak ilyen nagyon függő gyerekek. Volt olyan, hogy mondjuk Diablo 2-t játszottunk éjszaka fejbe a gyerekkel. Fejbe, hogy ötöt ölök, hatot sebzek, milyen karakterünk van, meg milyen, Jézusom. Persze. Mert nagyon, tehát látszik, hogy ebbe élnek. Egy csomó gyerek oda van rakva a tévé elé, és a tévé, vagy illetve az, most meg már ráadásul számítógép előtt püttyög. Sok a táborlakó között a kislány. Ők jól bírják, vagy lehet, hogy jobban bírják a gyűrődést? Egyforma. Hát az változó. Egyébként van ilyen is, olyan is. Egyébként mindig attól függ, hogy hogyan készíti fel a szülő a gyereket a táborra. Tehát ha valakit csak oda csapnak, hogy na, letudva egy hét gyerekmentes övezet, akkor az gáz. Hogyha a gyereket felkészítik, hogy körülbelül tudja, hogy mire jön, akkor az azért fog jönni. Mert felkészül azokra a várható élményekre, amik majd elérik. Márpedig elérik, nagyon sok visszatérő gyerekünk van. A 60%-a visszatérő. De volt már olyan, hogy mondjuk tábor közben semmit nem tudták kezdeni, volt, annyira haza akart menni? Volt. Vagy persze. Esetleg te dobtad ki a táborból, mert... Hát olyan nem volt még, de olyan volt, hogy haza sírta magát, hogy ő most akkor nem bírja, ő ezt. Vannak ilyenek is, olyanok is. De szerencsére ritka, de hát van. Persze. Az fiatalon tart, hogy sokat vagy fiatalok között? Hát bizonyos szempontból feltétlenül, mert hát ugye egyrészt megmarad ez a gondolkodásmód, amit hogyha együtt öregszem a saját korosztályos barátaimmal, akkor már másról se beszélnénk, csak hogy itt fáj, ott fáj, ugye én is rokkanyugdíjas vagyok. Itt fáj, ott fáj, milyen meg voltak a széklet, kenet, köpet, vizelettől, tehát ezekről igazából hosszan nem nagyon lehet beszélgetni. És ezek a fiatalok, akikkel ugye nap mint nap érintkezem, azért másfajta dolgokat közvetítenek még. Hát ez a kép is arra bizonyság, hogy hát van, aki nem öregszik meg. Ugye? Hát igen. Ennek története van, hát az valami munkaruha divat bemutató. Igen, az még nagyon régen, még a Pécsi Napok épp most ugye megy. A Pécsi Napokon még akkor dolgoztam így kitelepülésen sátorba. Aztán ott az egyik résztvevő többek között avval foglalkozott, hogy munkaruházati dolgokat árusított. És kitaláltuk így az árusok, hogy csináljunk egy divat bemutatót. És így összepróbáltunk egy héten keresztül, és csináltunk egy divat bemutatót, aminek ez az egyik képe. Nagyon jól sikerült, mindenki nagyon örülnek. Valahol még videó is van róla, de én ezt... Már hát ez legalább 10 éve volt, nem is tudom, több talán. Tehát még az elejében, amikor még ott az IH előtt voltak ezek a sátras történetek. Beszéltünk erről, vagyis hát én beszéltem róla, azt mondtam, hogy kocsma filozófus. Ehhez a szóhoz ragadt egy ilyen negatív felhang. Ugye kocsma filozófusnak általában azt szoktuk hívni, aki 4-5 feles után baromira megváltja a világot és akosztja az észt orba szájba. Ha veled kapcsolatban használom azt a kifejezést, hogy kocsma filozófus, akkor nem erre gondolok.
hanem arra gondolok, hogy tárháza vagy azoknak a bölcsességeknek, amik ott bizony a kocsmapult mellett születnek meg, de nem feltétlenül attól, hogy az ember iszik. És ismerek olyan fiatalokat, nálam fiatalabbakat legalábbis, de korombilieket is, akik nem annyira az ital miatt térnek be mondjuk egy pulthoz, ahol te dolgozol a pult másik oldalán, hanem egy kicsit beszélgessenek veled. Hát ez is egyfajta pedagógia. Hát bizonyos szempontból, de nem. Inkább ez arról szól, hogy az ember mondjuk, hogy egyrészt szeretem csinálni. Tehát az ömét kedvelem az embereknek, akik bejönnek. Én amikor annak idején valamikor életemben először elmentem kocsmába dolgozni, akkor azt mondta nekem az akkori, valamikori főnököm, hogy barátom volt, hogy csinálunk egy olyan kocsmát, ahol mi is szeretnénk vendégek lenni. És nekem azóta ez maradt ez az elf, hogy olyan módon viszonyulni a betérőkhöz, mint hogyha otthon látnám vendégül. Nyilván ez persze egy kicsit olyan nyálas duma, de igazából én máj napig tartom magam ahhoz, hogy amikor bejön valaki, köszönök, amikor elmegy, elbúcsúzom tőle, meg hogyha látom, hogy odáll valaki a pultba, és ugye azt könnyen felmérni, hogy akar-e beszélgetni, vagy éppen... Szóval egy-két sóhajtásból kiderül, hogy szeretne beszélgetni, vagy nem szeretne. És akkor, hogyha szeretne, akkor egy-két mondatot beszélgetünk. De hát ennek... Ezt ki szokták kérni az véleményemet, akkor szerinted most te mit csinálnál? Én mondom, én bármit csinálnék, de azt ne csináld, mert az nem megy neked. De el tudom mondani, hogy mit gondolok a dolgok felől. És akkor az emberek oda teszik ezeket a véleményeket, ahova akarják. Hát ez sokaknak hiányzik, ez meggyőződésem. Hogy sokan olyan dolgokat beszélnek meg veled, amit másokkal nem tudnak. Hát egyébként... És az itt ott elpöttyentett bölcsességeid, lehet ezt nyugodtan bölcsességgel mondani, hát tele van vele az internet, és rákattintottam a nevedre, és van aki gyűjtögeti a... Ja, igen, van az öregmedve bölcsessége, igen. Ja, hát aztán így van. Megleptek egyszer a születésnapomra ebből a dolgokkal, ilyen nagyon okosakat mondok néha. De nem ez benne az érdekes igazából, hogy okosat mondunk, vagy nem, hanem hogy valakinek használ, vagy sem. Tehát, hogy mennyire akarja használni. Egyébként azért egyszerű így kocsmában így beszélgetésbe elegyedni, mert biztonságban érzik magukat az emberek. Tehát én aztán biztos, hogy nem zavarom az ő köreit. Tehát nem fogja visszahallani máshonnan, amit mi most beszélgetünk. Tehát ez egy dolog, hogy nem adom ki. És ezért biztonságban érzi magát. Meg mondjuk, hogy úgy viselkedsz, hogy tényleg komolyan veszed azt a kérdést, vagy azt a kérdéskört, amiről szó esik. Hát ez egy bizalmi viszony. És mondjuk, hogy nem szoktam úgy mondani, hogy hidd el nekem, hogy az úgy van, ahogy én mondom, hanem hogy én ezt gondolom. Te meg a te fejed után úgy gondolsz, de a kettőt próbáljuk meg, hogy én vajon miért gondolok másféleképpen a dolgokra, mint ahogy te. Hogy próbáld ezt megvizsgálni saját magadban. Mert igazából a megoldás mindig a másik. Tehát mindig bennünk van a megoldás. Ugye van ez a nagy mondat, hogy feletted az ég, alattad a föld, és benned a létra. Tehát neked kell megtalálnod az utadat. Így. Mondtad, hogy a kulturált italfogyasztásnak is egy szószólója vagy. Hát igen, az alkohol az remek eszköz, hogyha valaki észszeri a velede, ellene is fordulhat annak, aki fogyasztja. Mennyire tudod ezt népszerűvé tenni, vagy szimpatikusá tenni ezt? Mert mostanában én nem azt látom, hogy ez lenne a divat. Hát persze, most ezt nem akarom én nagyon népszerűsíteni az ivás, hogy így jó, meg úgy jó. Isznak az emberek mióta a világ. De például egy jó pár évvel ezelőtt csináltam ilyen söregyetemet, valaki szervezte, és akkor én voltam az előadója. Tulajdonképpen arról, amit úgy hívunk, hogy sörkultúra. Mert a bornak van kultúrája, most már úgy kezd lenni a pálinkázásnak is, de hogy nem mindenféle vinkót iszunk. Ugyanígy megvannak a sörnek is a titkai. Tehát, hogy milyen fajta szokások társulnak hozzá, milyenféle dalkultúra, milyenféle ételkultúra, milyenféle mindenféle dolgok, tehát ami hozzátartozhat. Na és az is hozzá tartozik, hogy hogyan iszunk kulturáltan. Tehát nem úgy iszunk, mint a ló, hanem úgy iszunk, hogy jó essen. Tehát az egy élvezeti cikk, és tulajdonképpen fel kell fedezni benne azt az örömet, amit okozhat. És nem az, hogy gyorsan pikpak meg üttetem magam, mondjuk ezek a kisgyerekek azt úgy szokták kezdeni, hogy valamilyen édes lé, és akkor vodka bele, mert az abszolút jellegtelen, viszont jó fejbe vág.
Jó, hát nekem voltak ilyen alkesz cimboráim, még ugye a bányában dolgoztam, és akkor az egyik az ilyet ivott, hogy Diana, 2 deci Diana, fél liter almaborba bele. És mondom, Géza, mi ez? Azt mondja, roncskoktél. Na de ez pillanatokat megütötte. Tehát ez a pillanat... Hát ha ez a cél? Hát az volt már neki a cél, mert ugye reggel így kezdte. És akkor az például 5 perc alatt megszüntette ezt a vibrációs problémáját. Hát Laci, órákig lehetne veled beszélgetni, majd privátin meg is tesszük, de szerintem azért ebbe a 25 percbe belefért a lényeg, és egy kicsit másként is megismerhettünk, mint csak ugye az indián tábor csak, hát nem csak, de mint az indián táborok vezetőjét, vagy mint kulturált italfogyasztás apostolát. Én köszönöm szépen, hogy eljöttél, és engedd meg, hogy búcsúzóit átnyújtsak neked a nagyítás eddigi műsorszámaiból egy kis válogatást. Köszönöm szépen. Mint minden kedves vendégemnek. Miután ez a beszélgetés igen jó sikerült, a következő válogatásra te is rá fogsz kerülni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy itt voltál. Nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk töltötték ezt a fél órát, nézzenek minket legközelebb is, és ne felejtjék, műsorainkat megtekinthetik a Pécs TV honlapján is a videótárban. És legyenek mindig kíváncsiak. Viszontlátásra, minden jót!